Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Újra itt vagyunk, folytatjuk a Witcher-t. Ugyanis múlt héten elkezdtük a Blood and Wine kiegészítőt, és most ezt fogjuk folytatni. Beindultunk a sztorival, elég jól, és hát nyilván sok van még hátra, de most csak így lazán fogjuk csinálni a sidequesteket, ugyanis kell szinteződni bőséggel ebben a játékban is. Úgyhogy most ez lesz a program tulajdonképpen. Jó. Na. Itt is vagyunk. Így van. Úgyhogy ezzel kezdjük most, hogy ránézünk, mi a helyzet itt Corvo Biancóban. Ugye ez az a kulipintja, amit adott nekünk a Mademoiselle őfelsége. Voltunk már itt most, csak még nem volt időnk megnézni, úgyhogy most megnézzük. Hát igen. Picit le van pukkan, vagy azt kell mondjam. Beszéljünk itt a helyi... Vagyis Barnabás... Barnabással. Így van. A pleasure to welcome you once again to the as yet humble confines of Corvo Bianco. When last we met, I did not get the opportunity to present my credentials. With your permission, I shall do so now. Okay, I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know, I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see you in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cutpurse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. Crazy. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Jó, nézzünk szét. Can we a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Hát nézzük. Behold, sir, your estate in all its splendor. Hát, itt én is laknék amúgy. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him. As was my great aunt. In fact,
She was the one to start the tradition. Great aunt. A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she mindenki majordomo volt a családban. She signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to majordomo. She dragged the rest of the family up the same path. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasure. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Ah, tehát itt lakik a Barnabás Bézió. Ez a... hát a szolgálóknak a... a lakásai. Oh, Mark Boy. Hello. Köszönöm szépen a 6 hónapot. Köszi, haver. Mióta van green screen? Nincs green screen. Szoftver. Ez a Nvidia Broadcast. Még tesztüzemben van. Egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Már hogyha látom, hogy megtévesztett téged is. Don't look at all bad now, either. Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. I have to try it one of these days. The beast! You'll smell the soiled armor at once. Hát jaj, alapvetően nem rossz Márboly ez. A rendes green screenhez kéne jó világítás, meg ez az amaz, és az egy kicsit masszívabb beruházás. Azt olyan 200 ezer alatt nem igen oldanám meg. Hát ez ilyen low budget green screen. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius spoon for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. Okay. Fickó jót egy csomó bort, és hát különböző csodáknak volt tanulja. Ritka dolog az ilyen. Monsieur Bolius's wife Nina kept a garden here. A supremely lovely place it was. A bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory. And once again planting it with herbs and other vegetation. Hát kéne. Kis kert. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Saját patakom is van.
The book of lust is hard and girthy. No one. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work, and it'll make a fine stable for Roach. Hát ezt is rendbe kell tenni. Csávó, hogy megnézed? Mi az a nagy bagett ott a kezedbe? No one can grip the dam. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Okay. Tech tippek Renátóval? Hát... nem lenne rossz egyébként. És még ki kell találni, hogy mit is pontosan. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. Mondjuk el tudnék képzelni ilyen Linus Tech Tips jellegű dolgot, csak hát... kéne eszköz, amit be lehet mutatni. And welcome inside. Tesztelnék én ilyeneket? On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. Hát itt sok mindent tennivaló van. The full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Hát, csináljuk. Amúgy is kell, mert buffokat a dolog. Mindjárt megnézzük. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Hát, csináljunk mindent. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Jó, 5K. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffs the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? Got these spacious grounds. But maybe it's time to make them more useful. Oh, yes. We certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. A good way to start things off, don't you think? Hát nem árt, ha van helybe. My armor needs work. Hát legyen minden. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompelli once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Good. Ezer. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most 1 day to arrive. Will you be needing anything else, sir? Jön a grindstone is. My blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager.
Még egy ezres. A pörög itt a lóvé. Sziasztok, Sheriff, Miska. Szép estét. Will you be needing anything else, sir? Oké. Más egyéb. Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? I agree. BB. Yet I would urge you to hold off on further construction until the ongoing work is done. Okay, tehát addig nem tudunk nyilván. Challenging art. It's best not to undertake too much at once. Farkas Krisztián, jó estét. Oké, akkor meg kell várnunk, amíg a többi is elkészül, úgymond. Ez a IT és General Refurbishment, tehát ilyen felújítás. Na, addig nézzünk szét, hogy mi van még itt. Itt van egy emelet. Egy kis hálószoba. Jó. Mondom, ez ilyen vendégszoba, vagy nem is tudom. Itt az étkező. Ott van... A névmemóriám rendkívül jó, mindjárt megnézzük. Itt a háló. Hát, elég gagyi ágya. Könyvespolc, ide majd lehet pakolni. Hogy hívják, most már megnézem. Madeline, ez az. Madeline, beszéljünk is vele. Jót dumáltunk, nem baj, egyé. Jó, hát akkor felújítják a helyet. Addig nem nagyon tudunk itt mit csinálni, úgyhogy keressünk valami feladatot. Vagy menjünk be a városba, mert ott elvileg van egy kovács, akivel kell majd bótolni. Jó, akkor nézzük meg azt. Gyerünk. Ő fogja majd nekünk adni a Grandmaster felszereléseket. Úgyhogy akkor elvileg ő itt van. Meglátogatjuk. Ő lesz az. Greetings. A Witcher from the School of the Wolf here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafargue. Geralt of Rivia seemed pretty enthused. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. I'm an armorer, see, and I for years sought diagrams for Witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Semmi esmi, Miska. Fehér néppel. Soha. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner to help me retrieve them. If you know where to look, why not get him yourself? No offense, but do I look like a rough-hewn adventurer? Besides, who would serve my clients while I romped about seeking them? No. Ezek a tervrajzokat kell keresni, ugyanúgy, mint eddig is. Bring me the diagrams, and from them I'll forge for you whatever you fancy. All these diagrams somehow wound up in Tucson? How is that even possible? Tucson was once home to Tien Sahir, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged a king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him.
Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried were left to rot with their earthly remains. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensai's side. So I heard the stories of the missing witch's first akkor van infója is. Ez nagyon jó. What he told me. Well, that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. We must strike a deal. I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Jó, hogy ne. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin, cat, bear and manticore. És így lesz meg mindegyiknek a Grandmaster verziója. Tell me about my brother, the wolf. His name was Atom. I remember him well. My master liked him. Helped him find a safe, yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropia. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. Mm-hmm. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared without a trace. Érdekes. Egyet a Griffinnel. What can you tell me about him? He came some 200 years ago. Pusztán 200 évvel ezelőtt. My master remembered him well. This Witcher was not stripped of emotions, you see, as his colleagues were. He had taken on a contract at Fort Ussa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently, he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No. It said he left in a rush. So he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Ussa. But you may wish to search them. Úgy szépen elmondja, hogy hol lehetnek. A year ago, Bartolome de Launay, the ducal armorer, asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time, he was working on new armor for the Ducal Guard. A witcher from the School of the Cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up. Afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair, and it is simply too dangerous there. Nem mer oda menni, érthető egyébként. Tell me more about the bear, can you? Appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo Vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. Okay.
School of the Manticore. Mind rárakja majd elvileg a térképre, hogy hol vannak. Remélhetőleg. Master said the Manticores have their fortress in the far east. A century passed, one of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarf and still, and quarreled fiercely all the time. Tien Sahil slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the Ducal Guard. He was arrested and sentenced. Bastoy Prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there? Talán. Jó, akkor elvileg megvannak, most picit nézzünk már a felszerelésünkre, mert nem is emlékszem, hogy milyen állapotban van. Hát kell javítani. Bizony, úgyhogy ezeket akkor ki is javítjuk. Hát ezeket a te sem mutna cuccokat szerintem nem adjuk el. Jól fog ez kinézni majd a Corvo Biancón a kis armor plate meg ilyesmi. Jó, úgyhogy akkor ez elvileg megvan. Köszi. Így van, és elvileg ki is tette ott nekünk a... Na, itt vannak a scavenger huntok szépen. Jó, ezeket majd fogjuk csinálgatni, de szerintem nem ma. Hát bár a szintünknek megfelel, de majd máskor. Most még egy valamit meg akarok nézni. Elugrunk ide. Ez nem én vagyok. Na most persze nem csinálja. Na jó, rendben van. Megnézzük azt a felkiáltó jelet. Ha eljutok oda. Ez itt lesz a főtéren elvileg. De erre persze nem tud... Bocs, erre nem fog tudni átjutni. De erre igen. Master Witcher, what luck to happen upon you? Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past, on your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Te tartozik nekünk. Guess it rings a bell. Sadly, you went on your way before I could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. Zsír. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Thanks. Head over there first chance I get. Gotta stop by that bank. Hát ránézünk akkor, ha már pénzt adott nekünk. Csak most bemenni a bankba. Jó kis papírmunka biztos lesz. Itt van egy notice board, de erre még azért ránézünk, hát ha van valami szerződés. Got violence in your heart. Jó. Oké, ezt szerintem a bunyós küldik. Ezt mindenképp csináljuk. Uh-huh.
Valami eszkort kell. Mármint, hogy kíséret. Az nem ugyanaz. Oké, és itt egy szerződés. Infernal Rekit. Jó, megnézzük. Trials of Virtues. Aha. Oké. Jó. Ah, és pont itt a bank is. Úgyhogy akkor benézzünk ide a bankba. Úgyis kell pénz a felújításhoz. Na, csókolom. Welcome to Gianfinelli Bank, where we look after your coin as if it were our own, and the customer's always right. How might I be of service? Got an account here. Like to make a withdrawal. Naturally. Your name? Geralt of Rivia. Wait a moment, please, while I find the relevant record. Kezdődik. I'm afraid I can't help you. Extraordinary circumstances, you see. There's a note in the records. The account holder is dead. That's inaccurate, as you can see. It's some kind of mistake. The note is clearly an error. To reactivate the account, you'll need permit A38. For more information, please go to window number one. Okay. All right. Where's window number one? Again. Welcome to Gianfinelli Bank, where we look after your coin as if it were our own, etc., etc. How can I help you, sir? I'd like to reactivate my account, so I need a copy of permit A38. Wrong window, I fear. Még nyugodtan. Happen to know where I can do it, then? Let me think. Perhaps upstairs, in records, or downstairs in the archive? You must ask them, sir. Do just that. Jó, hát menjünk föl először, azt hiszem. Hát ti mit álltok itt? Sorry, gotta get through. Hold there! What is this? Back! Welcome to Gianfinelli Bank, where we look after your coin as if it were our own, and the customer is always right. How might I help you? This where I get permit A38? Naturally. Just hand me your form 202, please. Még egyelőre még mindig nyugodtak. Form 202. All right. Where do I get that document? Allow me to explain. Permit A38 can only be issued upon presentation of Form 202, as stated specifically in Ordinance N60. Huh? Please, go to window number one. Just came from there. Never mind. Be back shortly with Form 202. Okay. How dare you! Jó, belőztem őket. You cut in front of me, sir. De most komolyan, haver. Didn't know such thing. Been standing here the whole time. Is that so? You know you're the third today to try that ruse. I will not stand for this. Just you wait, I'll teach you some manners! Go on, hit me.
tényleg verekedni akar? Oh, gentlemen, if you wish to raise a ruckus, do it outside. Outside, now! Hát, haver... Nem tudom. Azért egy Witcherbe belekötni... Hát de ők kezdte. Hát haver, na jó. Gyerünk vissza az egyes ablakhoz. Kiszagoljuk. Na, ott fecsek szerintem bent. Ide nem mehetek be. Így van. Szerintem bent fecseg. Aha. Itt fecsegnek. Excuse me. Got something I gotta take care of at window one. You cannot be serious. I too find it hard to believe. For... Excuse me. Can you not see what it says there? We're on our break. Celine, darling, sign this for me, will you? Oh, there you are. Listen, there's something We're on break. Szünetet tartanak. Ah, you try to be polite, it just never gets through. No choice, I guess. Need to wait till they're done with their break. Csak a szokásos. Tisztelen, ilyen okmányirodába érzem magam. Kösz, Miska, hát mi más tehetnék? You must wait. They have the break now. Ő már rutinos. So, what do you hope to get here, my friend? Permit A38. Though, guess I need Form 202 as well now. Form 202? Easy peasy. Certificate P. Now, that is a challenge. But, as we are both forced to wait, fancy a round of Gwent. Hát, az biztos, hogy nem. See, you know this place pretty well. Must have taken care of a good amount of business. Oh, naturally, my friend. Naturally. Indeed, I've managed to work the system a time or two. You see, such things require finesse, subtlety. Otherwise, you're stuck. I have seen them try everything. Magic, hypnosis, bribery. Nothing works. Might as well go if nothing works. There's nothing I can do? Be kind. Be pleasant. This, and only this. The woman here, she sits at her window 12 hours each day, without hearing so much as a good day from anyone. A kedvesség nagyon sokat számít. Ezt már én is megtanultam. Főleg az adminisztrátoroknál. Nehéz.
But Master Absinthe, perfume. Well, you will resolve your matter lickety split. That's right. Right. Certainly worth a shot. Good luck. Pickó még itt ül egy pár napot lehet. Okay. Welcome to Cianfrenilli Bank, where we look after your coin as if it were our own, etc., etc. How can I help you, sir? Need Form 202 to get a copy of Permit A38. Do you know that? Couldn't have told me? Wasted a lot of time because of you. Please, sir. There's no need to lose your temper. I thought it obvious and thus needed no stating. The form will soon be ready. Name and surname? Igen, Miska, ez egy bank. Geralt of Rivia. Let me find it. Gedon Gemmel. Here it is. Geralt of Rivia. Pongyűjtőkártya. Sorry, sir, I cannot issue form 202. Excuse me? The applicant in question has been declared dead. Officially. Now, do tell me, sir. How am I to enter that into the ledger? Got you some flowers, just to thank you for helping me with my file. Oh, but I shouldn't. For me? Really? Match the color of your eyes. És szintet léptünk, azt a mindenit. Ennyi látod, szintet lépsz, ha kedves vagy. Bizony. Perhaps he'll arrange something that excludes the paperwork. Ennyi. Kedves vagy, szintet lépsz, kész. Ennyire egyszerű. You tell him Danny disturbed, but no, always some bugger who can't stand to wait. Plow me, who's this? Hearty greetings, Master Geralt. You haven't paid us a visit in eons. Been a bit busy, but I'm back now and I need your help with something. Of course. Now do tell, how can I help you? Got a problem with my account. Wanted to withdraw some coins, see, but... Nay, problem there. We'll get you paid up in a jiffy. Just gonna need to settle yon tiny wee trifle. Heard that already. Permit A38, among others. Oh, my hands are tied without them, Geralt. But I see you're a quick learner in the ways of banking. You'll get them in a heartbeat. Cianfrenilli, no more excuses. Pay out my coin, now. Come on, Master Witcher, for why the ire? There's no need. We'll have it all for you. You just need to see the necessary document. Got a document right here means a hell of a lot more than any of your forms or permits. Have a look. Her enlightened highness, she's hired you. Yes, a szerződés. And as her personal emissary, I demand access to my account right now. Aye, Master Witcher, this way. Okay. So how's the trade these days, Master Witcher? Remekül. Good for you, because in our neck of the woods, things are dark, dark shite. Wine sales are stuck in the muck and sinking deeper. It's the fucking wretched names, I tell you. Folk out with the duchy, have they any notion how to say Cote de Blessure and all that? It twists their tongues in bloody knots. Makes them ashamed to ask for it. What can I do for you? Into the bunk. Done. Deposit box 256. Last gin on the right. 250. What the hell's this, Cianfrenilli? Box is empty. Well, coins got to circulate. So when we learned you were dead, Master, we circulated yours.
Ah, not just stocks, bonds, invested in a few vineyards. Before we knew it, there was hee-haw left in the box. Really ought to call it what it is. You robbed me, plain and simple. Nay, Master Witcher, never! I wouldn't dare! Oh, you'd dare. And now you'll answer for it. Open the gate. Master Witcher, I'll pay it all back, every red copper. I swear it on my Nana's beard. Adjunk neki egy hetet. Got a week. Nem ér annyi, hogy most itt felvágjuk. You shan't regret this, I swear. I'll rustle it up. Have it ready for you in 7 days. Hét nap múlva vissza kell jönnünk. See you then. Hát elköltöttem, azt hitte meghaltunk. Jó, rendben van. Na, viszont most már csináljunk valami értelmeset is. És ezt a Vine Wars küldit fogjuk elkezdeni. Ez egy viszonylag hosszú küldetés sidequest sorozat. De mindenképp megéri foglalkozni vele. Na, lássuk, hogy hova kell menni. Oké. Jó, hát akkor ide a szélmalomhoz visszajövünk, ahol kezdtünk. És elérünk ide. Na. Még mindig nagyon jól néz ki ez a map. Na, gyerünk akkor. Ez meg egy méhészet. Erre jó fele jövünk egyáltalán? Hát nézzünk be ebbe a városba, ha már itt vagyunk. Egy kis település. Mi ez? Ez a Coronata Vinia szőlőt tegyük tönkre azért. És ez a Coronata Estate. Jó, néz ki. Menjünk tovább. Elvileg itt is vagyunk. És itt is van egy ilyen tábla, mondjuk itt nincs semmi. Leroy is dead. Ez valamire utalás. Na jó. Oké. Bocs. Nem megy a veszekedés. That is how long my family has been producing wine. Producing plonk unfit to drink, you mean? Which is exactly why you should sell Belgard to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgard currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgard to either of you is out of the question. Tehát vannak gondok a... Well, happy? This is your fault! Meg akarják venni. Ezt a Belgárdot. Hark! Good folk!
be it known, Matilda de Vermentino is a cursed, spiteful lunatic! Doesn't look cursed to me. Just really, really angry. Ticked her off quite a bit, you have. Truly, how would you know? A shrew tamer, are you? A witcher. So no expert, I guess. But it doesn't take an expert to see when a woman's angry. Yeah, I suppose you speak the truth, brother. Wait, did you say witcher? Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard. Belgard. Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me until I settle my troubles at home, at Coronata. What kind of troubles we talking about? It's botched in more ways than one. The herbarium, infested with monsters. My steward gone missing, with an entire transport of wine. And someone's abducted my herbalist. A lot of bad luck for one little vineyard. Tehát vannak gondok. It's that Matilda, her handiwork. A sugar sweet face, a temper sharp as horseradish. És amíg nem oldja meg a gondjait, addig... addig nem adják el neki a belgárdi helyet, területet, szőlőst. Thank you. My vineyard lies east of here. You're sure to find it. Pont ott jöttünk át. I must talk to that quill pusher. I might win him over yet. Oké. Okay. Beszélünk a nővel is. Mit sunyul? Beszéltünk volna amúgy is. Psst! You're a witcher, yes? I heard you talking to that oafish ogre Liam. Disgusting man. The worst sort. First, seduces with a dashing gaze, the fair face, then reveals a cold black heart. But that's all besides the point. I stopped you because I want to buy Belgard too. Alas, things are rotten at my own vineyard, Vermentino. Tehát Vermentinóban is vannak gondok. No coincidence. I am certain Liam's thrown a stick in my spokes. Several sticks. My cooper and blacksmith have mysteriously vanished. Man-eating plants have sprouted on my paths, and strange things are afoot on Pheasant Hill. Hát ott is vannak problémák, igen, szörnyek. The list goes on, but the crux is one. I must solve my problems at Vermentino if I'm to stand any chance of acquiring Belgard. Would you help me before you help Liam? I'm willing to pay more than he's offered you. Persze. I can help. Please try. Wonderful. You've no idea how much that means to me. My vineyard lies due west. Az meg nyugatra van. Jó, tehát akkor a két szőlőtermű vidéknek a problémáit kell megoldanunk. Make certain Liam does not pull some stunt while my back is turned. Gotcha. Farewell. The witcher's on the prowl. Okay. Itt van, ez is akkor ez, itt van Coronata. Itt meg Vermentino. És akkor itt van több probléma is. Jó, hát mindegy, kezdjük az egyikkel. És akkor ezeken kell végig menni. Hát jó. Meg megnézzük közben. Már kész is. Jó, hát gyerünk! Elképesztően néz ki ez a ma. Egy kis meseország. Hát, vagy Dél-Franciaország, de ebbe most nem menjünk bele. Na, ott van egy kérdőjel, amit nem tudok, hogy mi. Ez argassuk, menjünk tovább.
Na, a Wonderblay. Nagyon örülök neki. Hát igyekszem, igyekszem. De nagyon örülök, hogy segít. Ha kérdésed van, nyugodtan tedd fel amúgy így menet közben. Már nem most, hanem látod biztos, hogy van egy Discord szerverünk, vagy valami olyasmi. Itt a linket megtalálod valahol Twitch-en a About-nál. És a programozással kapcsolatban nyugodtan kérdezz. És nyomjuk tovább. Tehát lesz még sok-sok fejezet. Nem volt jó ötlet. Be kell melegedni. Jó, oké. Kicsit összekavarodtam hirtelen, de jó, most már megvan. That's it, Roach. Elvileg ezek is ilyen kontraktszerűségek, amit itt kellene csinálni a farkasoknál. Le is tesz egy ilyen kis ikont. Köszönjük neki még egyszer. Just wonderful. Beadta a finishert. Jó. Na van még? Nincs. Igen, ez a Big Feet to Fill. Igen, ez az a küldetés. Wonderblay. A névmemóriám így nem az igazi. Rémlik valahonnan a név. De nem esküszöm meg rá. Fél évről fél évre van 200 új hallgatóm általában. Nehéz. Damn, it was strong. Na, mi történt itt? Deep prints, blood, just trying to get away. Valami nagylábú valami. Itt volt nagy menekülés is. Vérnyomok mindenhol. Damn it. Az igen. Az olyan 64 000 damage volt. Szia, Wonderblay. Van ott valami? Come out. I'm not gonna hurt you. Mi valaki?
Thank you, Sir Witcher. Let Piotr keep you in his care. Egy nappal később. Tudom, hol vagyunk. Jó. Ja, jó, nem rakott messzire. Nem fura volt egy kicsit. Jó, itt van közvetlen mellettünk. Oké is. Na nézzük, hogy itt mi a gond. Van egy házikó. Ó, és egy rotfind. Damn, you're ugly. Szevasztok. Ó, nem egy. Meg fogunk halni. A pipacs földön. Ahogy mondtam. Semmi gond. Mondtam, be kell melegedni. Nem lehet csak úgy leülni, aztán nyomni. Meg azért ez már nehézségi fok... nehézségi fokozat. Ugly bastard. De az mindig jó, ha úgy indul, hogy kettőt fölgyújtok. Ez nem a legjobb ötlet, mert fölrobban tőle, amitől én meg meghalok. Az előbb is ez volt, hogy attól haltam meg, hogy beadta a finishert, és ezek a rotfindek ugye fölrobbannak gyakorlatilag. Na, várjunk csak. Tudnám, hogy melyik az. Hát nem ez. Nem. Hát nem fogom megtalálni szerintem. Hát, na mindegy. Megpróbáljuk így. Hát, ha egyszerre ütnek hárman, négyen, úgy valóban nehéz lesz. Na, fókusz. Most már koncentráljunk. Aztán majd tényleg megnézem, hogy mi ez a... melyik ez a pörk, amelyik ezt csinálja. Vagy hirtelen nem emlékszem rá. Na gyere!
elvileg még van egy, de itt összeszedjük a maradékot. Menteni fontos. És akkor egy probléma, ezek is van pipával tírja is jobb oldalt, hogy ez megvan. Hát akkor ezek, ez volt itt a gond, hogy... Na. Van egy ládika a napraforgó földön. Augusten mit írt? Okay. Aha, tehát valami nagyon gazdag fickó jött, hogy bor kéne neki. Hát hol van ez a ládika? Itt van valahol. Hát lehet visszafele majd megnézzük, mert itt akkor most körbe megyünk ezeken. Csak ne felejtsük el. Na hol van? Oké is. Jó, hát akkor menjünk tovább. Mondjuk ide. És akkor megnézzük ezt a települést is, hogy itt mi van. Eljövök erre, és majd jobbra kell menni. Na gyere! Nem? Hát jó. That's it, Roach. Igen, erre. Jó. No. Majd máskor. Slower. Itt meg banditák vannak? Mennyien vannak ezek? Nem ezt akartam. Magic.
Hova mentek? Elmentek valahova. Nem elég jó az axi, majd azon fejlesztenünk kell. Jó, de még kettő van. Hogy lesz? Üff! Jó. Na. Ennyi. Ott gurult valami. Összeszedjük a maradékot, mert pénz az majd fog kelleni. És itt majd eladjuk a... Ó! Vagy nincs életünk. Mondjuk innen is kell. Jó. Na, vagytok még? Most azért már elmentem. Jó, hogy ez egy ilyen... értem. Bad idea. Oké. Okay. Ez ilyen bandit camp volt. És most felszabadítottuk tulajdonképpen. És vissza is költöztek a helyiek. Nagyon jó. Meditálunk egyet. Semmi healing nincs. Jó. Igen. Na, most már tényleg menjünk tovább. Elmentjük. Elképesztően jól néz ki ez a map, mint mindig. Mondtam már? Na de hova kell mennünk? Aha, jó fele jövünk. Oké. Okay. Kimegyünk a faluba és lóhátra pattanunk. Samantha.
person in distress. Bondi tag. Az igen. Bal testcsó. Jó. Herbalist. Ja, lehet ez az a herbalist, akiről beszél. I owe you my life, unknown knight. How are you dubbed? Dubbed Geralt. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. Hogyan szólítanak te téged? I thought I shall take a hum, scare the rabble off, but to my great chagrin, there were too many and I failed. Ah, there's no use crying over spilt wine. Come with me to Vormentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. Fine. Lead the way. Here we are. Is there some way I might help you? Nem igazán. Thanks. See you later. Majd talán máskor. Jó, újabb probléma megoldva. Hol a fenébe vagyunk? Jó. Rendben van. Hát akkor következzen ez. Nem azért az van a legközelebb, hanem mert... De ez nem is akkor herbalist, hanem armorer. Na jó, menjünk tovább. Rócs a... Rócsnak a navigációja nem működik a legjobban. Mondjuk nem várható el egy lótól. Alapvetően. Erre jövünk. Hú, hát várom amúgy, hogy fog kinézni ez a játék a... felújítás után, mert ugye ezt is felújítják. Nagyon kíváncsi leszek. Ugye az új konzol és PC generációra csinálnak egy transfer wallert, ez pontosan mit fog jelenteni, ez jó kérdés. Arhespor. De utálom ezeket. Már csak egy van. Azt tudom, hogy a jó ég. Megunta. Nem baj, újra. Első részben is utáltam ezeket a növényeket. Mondjuk ott mérföldekkel szarabbul voltak megoldva, de... Hát Istenem.
másik. Mondjuk kérdés, hogy... Elment. Jó. Rendben van. Na nézzünk szét akkor itt mi van. Aki meg akarja fertőzni Vermentint, tehát valaki tönkre akarta tenni direkt. Érdekes. Someone sabotaging operations at Vermentino, but the letter doesn't say who. Need to keep looking. Could still find out. Looks like an Arcaspore killed him. Valaki így szabotálni akarja a dolgokat. Rezin. Mint Half-Life-ba. Jó, hát... Érdekes. Jó, hát menjünk tovább. Másik nincs, ahogy látom. Kis nyersanyagot meggyűjtünk, de jó. Na. Oké. Mehetünk tovább. Hát jöjjünk erre, és akkor ezt is megnézzük. Benézzünk abba a faluba. Az lesz az ott fönt. Aha. Figyelj, Faster. Caster Ravello. Ez egy másik szőlő ültetvény. Talán jó így szőlő. Szőlős. Hát ültetvény. Ah, már tapossák a szőlőt. Készül a must. Master Magicker. Levesszük, majd megnézzük, hogy mi ez. Roach. Egyből eljünk vendégségbe, és már megy zabálni. Milyen kulipintyú ez, te jó Isten. Ami nagyon gazdag buksó lakhat itt.
fene gondolná. Jó, menjünk tovább, csináljuk a következő problémát. Oldjuk meg, mármint hogy ne csináljuk a problémát, hanem oldjuk meg. Hát van itt szőlő bőven. És ahol szőlő van, ott bor is van. Erre mutatja. Whoa there, Roach. Kedvenceim. Show me what you got. Üff, a pofámba robbant. Okay. Na most beadta a finishert. Jó. Bor, mi a cím? Tüsszan. Oda kell menni. Vagy Dél-Franciaországba, Miska. Ott veszünk egy ilyen szőlőst, életünk végig bor termelünk. Hát nem, magyarul nem beszélnek sajnos. Na, nézzük szét. Hát alapvetően annyi, hogy ezek itt visszajöttek. No, azt nézem, hogy itt esetleg van valami nyoma a szabotásnak, de... Van egy test. Letter from Augustin... Toleni... Tonelei... És mit mond a levél? Tehát kirabolták őket. Oké. Hát jó. Biztos. Egyelőre még nem derült fény arra, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát menjünk tovább. Mennyi kérdőjel van, srácok. Lesz itt teendő bőven. Jó. Menjünk tovább. Még egy teendő van itt Vermentinóba. Azt csináljuk meg. Igen, nem jó ötlet így keresztbe menni. Na lássuk, mi itt a probléma. Igen, Geralt, ököllel légy szíves, mindenképpen. Adj tröszt. Jó,
Ez a elhagyatott hely, abandoned site. És most visszatérhetnek a helyiek. És akkor elvileg Vermentino rendben is van. De nem hagyjuk ennyiben. Még itt megnézünk. Jaj, de szép vagy. Itt még szétnézünk, hogy... Nagyon szívesen. Végre egy hely, ahol nem csak köpködnek utánam, hanem... néha meg is köszönik. Itt is van egy holttest. A levél is szeret. Jó, hát próbálta megoldani itt a problémát, ezt, de nem sikerült neki nyilván. Jó, viszont körülnézünk koronatába is, mert nehogy valami információ elkerülje a figyelmünket. Igen. Jó. Viszont ez jó messze van. Ugye ez van keletre a... Tehát ez az a rész. Akkor ide el is ugrunk. Hát innen tudunk menni Festregalra. Gyorsabb lesz egy kicsit. Turning Grounds. Tehát itt van a lovagi torna, konkrétan. De mi most csak itt átrongyolunk, mert... Jó. Na. Hát kezdjük itt. Úgyhogy akkor jövünk ide. Na vajon mi lehet? Az igen. Jó, meg vagyunk. Oké. Arca spores will sprout again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good.
Fú. Robbantjuk. Oké. Nem mondod, hogy túl vagyunk terhe... jó sok cucc van nálunk. Valami vacskot kidobunk. És akkor nem vagyunk mondjuk előrébb, de... Jó. Menjünk tovább. Na és most már visszajöhetnek a... Köszi, Ceva. Szevasz. Go. Akartam is kérdezni, hogy te végzel ebbe a fél évbe. Ugye a szakdolgozatot láttam, fölvetted. Ahhoz szavasz, Astrid. Köszi, hogy szóltok. Tényleg néha úgy elfelejtem, hogy... hogy osztani kéne. Így van, Astrid fontos. Aha, itt a következő. Na, gyerünk. Ez eddig tök jó. Teljesen jól sikerült. Nem tudom, mi történt, de az biztos. Nem tudom, mi történik. Na, fókusz, kezdjük újra. Nem ér, hogy a bujkálnak a sarokba. De hol van? Jó. Na most már megvan. Volt egy kis lootot. Ott egy fancy láda, de nincs benne semmi. It's a trap. Na mi a helyzet itt? The blow itself didn't kill him. Bled to death afterwards. Chance this letter wound up here by accident. Aha. Ugyanaz a helyzet. Interesting. This note plus what I found earlier. Some of the parties causing problems at the vineyards. Need to find the spot the letter mentions. Bet I'll find something mighty interesting behind whatever door this key opens. Aha, tehát továbbra is valaki szabotálja ezeket a szőlőültetvényeket.
Jó. Na, hova menjünk tovább? Oldjuk meg ezeket a problémákat előbb szerintem. Ha már itt vagyunk a környékbe. Oké, jaj. Csak meditálunk egyet, hogy legyen healing. Faster. Mehetünk. Hát úgy bejtjük ezt, ha már úgyis itt vagyunk a közelbe. Ah. Ennyi, pupákok. Vanshot. Hát ez ilyen. Alapvetően. Akkor kezdjük újra. Na, így már mindjárt jobb. Én sok cucc van nálunk, az a baj. Úgyhogy nagyon nem tudom most csipegetni. Oké. A vagon. Egy kocsi. Jó. Megnézzük. Szerintem ott van lent. Aha. Ide jött le. Vagy hát gurult le. Ah, ott már valami tevékenység is folyik. Hello. Na gyere. Na jó, lassan elmegyünk és eladjuk a cuccainkat. Kell sok lenni. Itt a láda. Na, mi van benne? Jó. Jó sok cucc volt benne. Akkor most már mehetünk tovább.
akkor lassan tényleg megoldjuk ezeket a problémákat. Csak nem. Ki gondolta volna? És vissza is jöhetnek a munkások. Nincs egy kis virágos rét. Szerintem itt nem volt semmi nyom vagy információ. Nincs. Jó. Akkor mehetünk tovább. És utána tényleg kinyomozzuk most már, hogy ugyan ki szabotálja ezeket a földeket. Hát az erdőn, mondjuk itt ez legalább nem olyan halálos, mint más játékokban. Azok meg trollok. Na, ezek a troll urak itt mit tevékenykednek. Ellenségesnek tűnnek. Hogy lefejelt? Tiszta Jean Reno. Kő elő nem tudok elugrani. Jó lesz. És nézzük, hogy milyen rejtett kincs van itt. Hát itt van egy fickó.
Who's more serious? Jó, hát ők rabolták ki akkor a raktárat. Jó. Hát, ez se itt van. Úgyhogy akkor ezzel most nem foglalkozunk. Majd visszatérünk rá. Később. Egy másik alkalommal. Na gyere Rócs, ne kelljen gyalog menni. Hát nem pont arra van, de... Hova tűnt? Gyerünk akkor. Na. Person in distress. Hello, aljaserék, jó estét. Hát, jól megy. Mikor, hogy? Itt most mindjárt bekapok egy olyan fall damage-et. Nem, lejövünk itt szépen. Legalábbis remélem, hogy... jól megy, köszönöm a kérdést egyébként. Jó lesz mindjárt. Szóval erre kell jönnünk. Elővesszük a kardot, meg Geralt magát nem szereti. És úgy indulunk, hogy... Hát, de nem hagy dodge-olni. Tehát konkrétan nyomtam a dodge-ot. Semmi gond, rendben lesz. Hát igen, van shot. Főleg, ha hátulról érkezik az ütés. Na, tehát akkor még egyszer. Lehet amúgy, hogy nem erre kéne jönni. Na. Na, most már jó. Thank you, noble knight. I'd ventured north in search of herbs for a new flavored wine. When suddenly... Calm down, it's over. The Bang Diddlers kidnapped me. In hopes of collecting a ransom, I'm sure. But with Master Liam's troubles, he never could have paid them. Ah, but I'm free and safe, thanks to you. Super. Should you need any herbs, I've a hearty stock at the Coronata. Will you walk me there?
Lead the way, right behind you. Igen, igen, meg tetszik nagyon ez a kard, aljas Erika, ez ilyen, ez a Iris. Ugye ezt adta nekünk névmemórián megnyire meg. Olgirt von Everek, amiért megszabadítottuk a Gunther Odin-től. Master Liam doesn't seem a diligent proprietor. He tries as best he can. It's not his fault our vineyard suffered plague upon plague. Plagues? What kind? Well, the enormous yellow man-eating sun juice, for instance. You cannot set foot into the brush for fear of coming out a head shorter. Thanks. Okay. See you later. Na. Akkor elvileg koronáta is kész. Ránézek a questekre. Igen, ez mindenképp ez következne. Így van, mert ki kéne derítenünk, hogy... hogy mi történt, és utána fogunk beszélni Liammal és Matildával. És akkor ez következik. Nézzünk rá a térképre. Jó, hogy nincs messze. Itt van a Tesamutna mellett. De előtte lehet, hogy beugrunk egy kovácshoz. Eladjuk a vackainkat. Úgyhogy beugrunk ide a városba. Rócs így sehol. Előjünk csak, mintha itt lett volna egy treasure hunt. Nem, az emit van. Jó, akkor ezt most nem fogjuk. Na, csak előkerül Rócs, előbb-utóbb. És így megy el. Hát még a kutyák is itt. Még a kutyák is ide jönnek. Na jó. Gyerünk. Hova akartam? De. Eladjuk ezt a sok cuccot. Nagyon sok pénz fog majd kelleni a Grandmaster felszerelések kikraftolásához, úgyhogy sokat kell lootolni. Wonders at the annual chivalric tourney. Surfing as patron this year. You want a pot? Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer? Na. Hát ezeket biztos eladjuk, mert ez nem fog kelleni. Ezeket megtartjuk, mert jól néz ki. Ez is mehet. Ezek meg ilyen no-name vackok. És más nincs, amit el tudunk adni. Hát ezeket a festékeket. Jó, de erre Goliath trofit azt nem adjuk el. Blinders-t megint csak eladjuk. Jó. Hát gyanúsan sok cucc van nálunk, majd ezen segítünk később. De egyelőre most ez volt a cél.
best barrels around. Special discounts on purchases of 10. Oké, és akkor most megyünk megnézni, hogy mégis mi történik. Itt a szőlősökben. Don't dare to think you've got carte blanche here. Come on. Na merre is megyünk? Arra. That's it, Roach. What now, you piece of filth? Okay. Hűha. Félelmetes volt. Mehetünk tovább. Szoktam a hőserik, mikor mit. De általában ilyen szólót, mert hát nem vagyok ügyes általában ezekben a játékokban, nem sokat tudok velük játszani. Tehát szoktam warzone-ozni. Tényleg csak ilyen móka kedvér. Most lesz majd egyébként csütörtökön multiplayer game. Na nézzünk szét, hogy erre mi van. Kinyílt az ajtó. Geráltnak a lépcsőzés továbbra is gond. Hát igen, a Warzone az persze, az ilyen fán. Az igen. Egy kis meglep. Nem ezt akartam. Baj van. Nem fagyos lett. Na, nézzünk szét, hogy mi van itt lent.
valami papír. Vladimír Crespi. That proves Count Crespi's behind the sabotage at both vineyards. Gotta tell Matilda I'm leaving. This place happens. It's a degenerate to cultivate something like this. Need to incinerate them before the spores and spread. They need to get a sorrow. Okay. Van még? Jó. Elvileg ennyi. Na jó. Akkor mennyi most már beszélünk velük? Elvileg akkor ez a Vladimír Crespi. Bízta meg őket. Hát lehet, hogy ebbe a házba még itt be kéne nézni. Itt elvileg semmi. Ránézek még erre a házra, hogy van-e itt valami. De ez így zárva van. Jó. Akkor menjünk vissza. Akkor beszélünk ezzel a két borásszal. Ja, erre. Ah. Figyelmetlen vagyok. Fast travel pointra kéne menni. Erre? Aha, itt. Így van, erre. Hát beestedett, mire végeztünk. Master Witcher, have you any news? One and the same man caused Coronado's and Vermentino's problems. Got proof. A certain Count Crespi. He's at the root of it all. What, Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing. He did, indeed, have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible! You mean to say it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. In light of new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Wait, just... Közösen vezetik. Do you mean to suggest we're to cooperate? That's the optimal solution, yes? Együttműködni. In terms of the health of the Enterprise as well? I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to bury the hatchet. Three vineyards are more than one. There's much to be gained. So be it. That's not all. The troubles at your vineyards? Solved them. You can go back to operating normally now. Splendid news. I'm relieved to see you hired a professional, especially one whose aid might still prove invaluable. But let's not get ahead of ourselves. Follow me. It's high time you saw Belgard. Witcher, come with us, please. Something tells me we'll have tasks for you yet.
Nézzük. All right, let's go. Lehet, hogy ott is vannak teendők. For the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. Mm-hmm. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Nyilván. Before anyone can call this home, they will have to deal with these inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. Persze. More or less already. Ezért vagyunk. A weight off my chest, I must say. Your reward shall be fair, I promise. I'll get to work. És itt is ugyanúgy öt probléma van. Oké. Meditálunk egyet. Hát nézzük meg éjszaka milyen a hely. Oké. Na nézzük. Okay. És milyen jó kulipintyók. Nagyon jó kis házak ezek. Nyugdíjas koromba veszek egy ilyet Szicíliába. Na gyerünk. Semmit nem látok. De az biztos. Oké. Okay. Endrega. Hát ez... Hűha! Vannak bajok. Kezdjük előről. Most úgy, hogy látok is valamit, úgyhogy alszunk reggelig, pontosabban meditálunk. Egyébként ez úgyis itt van közel. Eljövünk gyalog. You, hey, with the blades on your back. Help us. Look, monsters all about. How you like that silver? Okay. Hűha! Bátor voltam, amikor azt mondtam, hogy nappal jobb lesz. Most már elmentem ott a helyszínen. Köszi, hajas Erik! Köszi, hogy benéztél. You, you've the look of a knight. Over there, monsters have come. Jó, egyel kevesebb.
this up if I want to get rid of the Endrigas. Könnyebbnek tűnik ez ennél. Damn, you're ugly. Okay. Jó, már csak a drón van. Hova mész? József. Is van. Gotta blow this up if I want to get rid of the Endrigas. A fészek. Kirútoljuk. És meg is vagyunk. És már jönnek is visszamelósok. Supervisor. A puttonyos. Na jó van. Meditálunk és megyünk tovább. Hát itt azért rendet kell majd rakni. Maradjunk annyiba. De hát ez ilyen. Today. Ah, ezek meg ezer lábúak, aha. Okay. Hát így hadonászik össze-vissza. Na. Jó. Megvan, hogy hogy kell. Jó.
querer. No. Is van. Ja, köszi, hogy szóltok. Köszi, Roberto. Na. Oké. Van valamilyen treasure. Hát ez is itt a centipede százlábúakról szól. Oké. Hát más itt nincsen, benézzünk ebbe a ládába. Hát egy kard, ezeket elvisszük, majd jól eladjuk. Jó, rendben van, menjünk tovább. Arra folytassuk. Hát ilyen hegyes völgyes vidéken nem a legjobb ötlet torony iránt menni, de... ebbe az erdőbe. Aha. Nem tudom, miért tettem le ilyet, de nem azt akartam. Jó. Na, most már rendben vagyunk. Na, te ki vagy? Köszönöm, sir. Were it not for you, well,
Those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude. Kovács. But I must first return to my workshop in Belgard. Drop by when I'm in the area. Jó. Tegyük össze a maradékot. És nézzünk szét, hogy itt van-e valami érdekes. Hát van, itt mondjak. És kell is majd nagyon a nyersanyag. De behiteljünk egyet és menjünk tovább. Még van két probléma itt Belgrádban, ezt mindenképp megcsináljuk. Kizárt. Roach. Not so fast, Roach. Jó, hát ha nem, akkor megyek gyalog, tehát... Én oda be nem megyek. Százas szintűek. Fuss, Gerált, fuss! Let's go! Fuss, fuss, fuss! Szégyen a futás! De hát... Istenem! Na, itt meg mindjárt jönnek a fogletek. Ott is vannak. Hát itt mi történik? Bandages. Where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? But he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. God. Geralt, nagyon ilyen. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him dress his wounds. Then you appeared. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need, it's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some thyme on your body to be sure. The smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? Nature. See what we have here. Legs broken. The cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented,
It's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is... why did he don it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do, so... so long. Hát akkor, ha már erre jártunk, nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. I will come with you. Hát... biztos? So be it. But stay close, keep it down, and don't touch a thing. Hát ezek ilyen vérnyomok. To the house on the hill. Which stands silent as a grave. Gates locked from the inside. Clearly been jostled, though. Something tried to get out. The very thought sends a cold wind down my back. Hoppá. Hát ez nem sikerült. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Tehát ott akart kiugrani. Ó. Oh. Ez így zárva. Na jó, és akkor? Az előbb nem sikerült. Damn it. Hűha. Good gods. What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Did none survive? Gods. Servant stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. Silver tableware. Elven engravings. És olvasmányban jó lesz. Torso punctured with great force. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Sword ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls for little sacrifices. Of what? Please do not say humans. Ceremonial bowls for little sacrifices. Of what? Please do not say humans. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so something dark happened here. Very dark. Burn marks. Something catch fire. Explode. Strong stench. Nem rámoljuk ki azért a helyet. Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Doublet scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Valaki nagyon meggyulladt itt. Perhaps there's no one inside after... I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. Who are you exactly?
Durant Fosher Plamonton de Safaran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tucson. Okay. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin Homage, but something like this, why, it's a first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were, spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene, the death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing, then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here and shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Tehát valamilyen történelmi eseményt. A scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a Tsub, maybe. What? What now? A Tsub. Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge, the giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. Pont jó. You know what I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. No. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall. Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Tehát meg kell oldanunk a problémát. Ismét. Na. I will stand, or rather, sit in for King Ludwig upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enshay ruler. We must don the costumes. Must be just right. The Vethef, the Elfin King, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches. Szépen egyesével gyújtsak meg mindent. The Vethef laid at Lutovic's feet a loaf of binnen and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Filled the ornate ceremonial bowls with elven wine. Gwynoed, the sweetest blood of the land that had been torn from him. Calabora. The elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. És akkor most, itt lesz, aha. Oké, és hol a pajzs? Ez meg itt van. Oké. The
elfin king, erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees, thus acknowledging his final defeat. Lutofik then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! Ez gyors volt. Oh, sziasztok, hello, hello. Pont jókor jöttök. Bénázok itt. Fogalmam sincs, mi történik. De mindjárt megoldjuk. Valami nagyon furcsa dolog történik itt. Spameljem a Quent. Lehet, hogy az lesz most. De nézzek, már úgy kezdődik, hogy... így esélyem sincs. Nem lesz egyszerű. De mindjárt kitaláljuk. Ez micsoda? És mit csináljak vele? Á, bauxit. Nem tartom valószínűnek. Volt esélyem. Igen, igen, el kell szól véget, Death March. És itt már nehéz.
Az a baj, hogy sokan vannak. Hát az a baj, hogy hiába nyomok egy, akár egy full healt is. Bár 2-3 hit. Mondjuk azt se értem, hogy miért ez a kard van nekem benn most. Lehet, hogy ez nem segít sokat. Na gyertek! Jó lesz ez, csak... Az a tűzi tűz nem kéne. Na gyertek! Ja, cseréljek kardot. De honnan jön ez a tűz? Mint hogy a villám csapna belém. Most én be is akadtam. Na, de azok a hölgyek csinálnák a... Oké, fogynak. Szép lassan. Végre beadott egy finisher, esély szerint. Na és velük mit csináljak? Hogy eltépízik így azért.
Azt a They came alive. Witchcraft. Dunno. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once stood in the palace of one Defethov. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. Na ez jó volt. Azt a kurva jelenne. Bocsánat. Producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Defethov had planned Lutovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such. Columns activated with words said in homage. Columns that would have turned the king and his bodyguards into so much colorful confetti. Typical treachery embodied elves. Közben Korix. Nagyon szépen köszönöm a Prime-ot. Köszi, köszi, haver. Menjünk. It's dead. Path awaits. High time I was on my way. Hold, master. Please, take this. A safe journey to you, Witcher. Nagyon örülök, hogy betévedtünk ide. Ja, nem. Jó, hát meditáljunk egyet, aztán most már tényleg fejezzük be a... amit elkezdtünk. Ezt. Na, merre is megyünk? Jó, ki kéne kerülni ezt a birtokot, és akkor... Jó, néz ki. Óriás százlábúak. Centipede spawning ground should destroy it. Rendben. És már csak egy probléma van. Vagy egy ilyen problémás site. Úgyhogy gyerünk oda. Elvileg valamelyik hegyre is föl lehet menni.
Majd megnézem így streamen kívül. Ó, ez egy Slizzard? Meg mi ez? Oké. Neki is van damage-e. Akkor kicsit máshogy állunk ehhez a dologhoz most. Nem tudom pontosan, hogy mi hat rá. Hát az axi nem. Ez most kiderült. Még sárkányt meggyújtani ez ilyen. Cheater. Én botot használ. De már sokkal jobbak voltunk, mint az előbb. Ezt azért leszögezhetjük. Arra sem tudom, hogy mit kéne ellene használni, de... Kitalál... Geralt így ököllel. Mondjuk vérzik, tehát sebződik folyamatosan. Ez is megvan. És akkor is ide is visszajöhetnek most már a munkások, a jó munkás emberek. Köszi Bauxid.
És akkor vissza is megyünk a két borászhoz. Let's go. Jó, innen megyek gyalog. Itt vannak, igen. Hagyjatok nekem is egy kis oldalas. Tended to Belgard's problems. Vineyard should be in as good a shape as ever. Splendid. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard Vineyard. And trust that you shall make good use of its grounds and resources. Excellent. Ah, I can already smell the grapes ripening in the sun. We shan't forget what you did for us. Here, your pay. But I like that's condition. Not all. You must come back and see us shortly. We've a surprise in store for you. I'll do that. Farewell. Holnap is meglepjük is. Három nap múlva kell visszaérnünk. Jó. Oké is. Jó. Hát majd visszajövünk. Talán. Rendben. Na. Hát akkor mára szerintem itt álljunk is meg. Természetesen majd folytatjuk. Nyilván. Hiszen nem állunk meg itt. Viszont tényleg mára elköszönök. Estére jár, későre jár. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a csíreket, donateket, szubokat, followokat, de tényleg legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb... holnap lesz stream. Így van, holnap. Korix legyen holnap. Holnap többen vagyunk. Jó. Én azt javaslom. Mit szólsz hozzá? Csak így ilyen biznisz jelleggel. Holnap jó lesz, Korix? Mert láttam, hogy redeemelted. Jó, jó, oké. Akkor holnap, holnap. Jó. Szóval tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb holnap lesz stream, folytatjuk a programozást, pontosabban még egy pici rész maradt az előző fejezetből. A heti programot egyébként látjátok Discordon, meg tudjátok nézni, holnap folytatjuk. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nektek további szép estét, sziasztok!